nem azért jöttünk el, hogy elzavarjuk a klubvezetést, vagy hogy valamilyen féle ilyen ellenszemünket fejezzük ki, hanem egyszerűen arról van szó, hogy voltak olyan ígéretek, amik nem lettek betartva, voltak olyan dolgok a klubnál, amik nem feltétlenül úgy történtek, ahogy mi azt elvártuk volna, illetve hogy ezt nekik megígérték, és emiatt szeretnénk most egy 12 pontban összefoglalni, hogy mi azok a dolgok, amik nekik a legfontosabbak, és szeretnénk, hogyha a klubvezetés ezt meghallgatná, és utána tárgyalasztalhoz ülnénk, hogy a legfontosabb kérdésekben meg tudjuk vitatni az álláspontjainkat. Az első, az a minőségi igazolásokat, fiatal magyar játékosokat és Ferencváros az méltó edzőt. A Ferencváros az méltó edző, nem tudjuk, hogy Détári mit fog itt elérni, azonban azt látni kell, hogy az ő edzői múltja nem feltétlenül predesztinálja arra, hogy ő itt legyen edző, tehát nincsenek meg a papírjai. Azt gondolom, hogy vannak Magyarországon még olyan edzők, akik talán megfelelőbbek lennének most erre a pozícióra, bár mondom, nem szeretnénk ebből edzőkérdést csinálni, tehát mi megadjuk neki a bizalmat, tehát ennél lejjebb már nagyon nincsen, amennyiben sikerül neki a csapatot stabilizálnia, vagy legalább egy-két győzelmet összehozni, akkor mi leszünk a legboldogabbak. A vezetés ugye többször ígérte, hogy ide minőségi igazolásokat fognak hozni. Ennek ellenére, aki valójában jó játékosnak számított a Ferencvárosnál, gyakorlatilag egytől egyig eltűntek eddig. A másik pont az átlátható gazdálkodás. Annak idején, mikor Kubatovék átvették a klub irányítását, ugye ez volt az egyik, úgymond, zászló tűzött jelmondat, hogy itt átlátható gazdálkodás lesz. Mindenki látni fogja, hogy mennyi pénz költ a klub, mennyi pénz érkezik be. Ennek ellenére a mai napig, hogyha valaki kérdést tesz föl a gazdasággal kapcsolatban, csak azt mondják, hogy hát ez még nem időszerű. Harmadik pont, az átvilágítás eredmények nyilvánosságra hozatalát. Ugye volt az átvilágítás, amire többek között a szurkolóktól kértek pénzt. Azt se tudjuk, hogy megtörtént az átvilágítás. Ha megtörtént, akkor ennek lettek-e valami következményei. Kiderültek-e olyan dolgok, amik alapján esetleg büntető feljelentéseket vagy egyéb vizsgálatokat el lehet indítani. Akkor a régi gárda elszámoltatása, ez volt a negyedik pont. Itt elsősorban azért azokra az emberekre gondolunk, akik úgy működtek itt, mint Berki Krisztián, vagy ő előtte Furiás János, akik mind a mellett, hogy a Ferencváros szellemiségével a legmegszemenőkibb szembe mentek, ha arról volt szó. Minden bizonnyal komoly pénzeket tüntettek el a Ferencvárostól. Tehát ezt ki kell vizsgálni. Aki akár csak egy forintot is ellopott a Ferencvárostól, azt igenis vonják felelősségre, és kapja meg a méltó büntetését. Ötös, a klub tulajdon viszonyainak tisztázása. Kinek a kezében van a klub? Átvette már az FTC, nem vette át. Mondják meg, hogy ki a klubnak a tulajdonosa, és tegyék egyértelművé. Kit kell kérdezni akkor, ha valamilyen kérdésünk van? Hatodik, az új és valódi szponzorokat hozzanak a Ferencvároshoz. Ugye többször hallottuk, hogy ha rend lesz a Ferencvárosnak, akkor érkeznek a szponzorok is. Akkor az utánpótlás újra szervezése, tartalék vagy ifjú meccseket az NB1-es meccsek előtt az Albert Stadionban. Ez hosszú évtizedekig hagyomány volt, hogy az NB1-es mérkőzések előtt a legnagyobb fradista tehetségek, akik az NB2-es, illetve a tartalék vagy ifjú csapatokban játszanak, azokat a szurkolók megnézhették. Az utánpótlás gyakorlatilag a Ferencvárosnál nem létezik. Tehát akadémiát ígérték azt, hogy átlátható lesz az utánpótlás rendszer. Olyan edzőket hoznak, akik tényleg szakemberek a maguk területén. Semmit nem látunk ebből. A mai napig tudomásom szerint azok a játékosok játszanak a Ferencváros ifjúság, illetve serülő csapatában, akiknek a szüleik megfelelő pénzügyi támogatást nyújtanak, hogy ott szerepeljenek a gyermekek. A szurkolók megbecsülése szemben a jelenlegi szemlélettel, ahol sokszor bűnözőként állítanak be, ez volt a nyolcadik pont. Mi azért azt gondolom, hogy elég csak türelmesek voltunk a csapat teljesítménnyel szemben. Az utóbbi időben már inkább csöndben, egyfajta ilyen letargiában figyeltük azt, hogy mit művel a csapat. Amikor tudunk, segítünk, tehát a pénzgyűjtésekben, az egyéb társadalmi eseményekben, amikor csak tudunk, akkor a klub mellé állunk, illetve keressük őket, hogy együtt próbáljuk meg a lehető legjobb megoldásokat megtalálni, együtt menjünk előre, hiszen egy család van, ez a Fradi család. A szponzorok hiányát, a csapat teljesítményét nagyon gyakran a szurkolókra próbálják kenni, holott hát ezt mindenki láthatja, hogy ez a badarság. 9-es, a szurkai igények meghallgatás, folyamatos őszinte párbeszéd. Tehát itt többször volt ígéret arra, hogy rendszeresen fognak a szurkolói csoportok vezető és a klub vezetői leülni, megbeszélik azokat a kérdéseket, amik számukra fontosak. Ezzel szemben nem hogy párbeszéd nincsen, hanem a Facebookon kapjuk az üzeneteket, hogy mit és hogy kéne csinálnunk, hogy kéne szurkolnunk, hogy Kubatov úrnak éppen mennyire nem tetszik, hogy csöndbe vagyunk. Azt gondoljuk, mi nem kelléké vagyunk a mérkőzésnek, mi a fizetésünknek egy jelentős részét erre a klubra költjük. Igenis, hadd fejezzük ki a véleményünket, az ellenőrzéseinket és a szeretetünket, ha éppen arról van szó, és ebbe egyfelől ne akarnak beleszólni, vagy ha bele akarnak szólni, akkor párbeszéd jellege. 10-es, a klubvezetés határozott fellépését a klub és a szurkolók érdekeit sértő törvények, rendelkezések és intézkedések ellen. Nem láttuk, hogy bármiféle lépés lenne az ellen, a sporttörvény ellen, amely
elismerten sok olyan passzust tartalmaz, amik egyfelől visszásak, másfelől akár nevetségesek, illetve olyan visszaélésekre adnak majd teret, amik beláthatatlan következményekkel járhatnak majd. 11-es pont a szurkai kártya rendszer eltörlése. A szurkai kártya rendszer azt gondolom, hogy megdőlt. Tehát semmiféle pozitív hatását nem érezhetjük a mai napig, nincsenek azok a marketing jogok hozzárendelve, amiket ígértek, tehát nincsenek kedvezmények a bérletesek számára, nincsenek kedvezmények azok számára, akik már hosszabb ideje szurkai kártyával rendelkeznek. Ezzel szemben a negatív hatásai megvannak, tehát sokkal kevesebb ember jár a mérkőzésekre. Azt gondolom, hogy a mai helyzetben, amikor a csapat ilyen gyenge teljesítményt nyújt, amikor fogynak a szurkolók, minden egyes lépést, amivel akár csak egy vagy két szurkolót a stadionban lehetne csalogatni, ezt meg kéne tenni. 12-es pontunk, emberi körülmények megteremtését a stadion lelátóján, büfében és illemhelyiségeiben. Aki járt már a Fradi stadionban, az tudhatja, hogy az illemhelyiségek, illetve a büfék milyen állapotban vannak. Egy normális ember, aki ahhoz szokott, hogy kulturált körülmények között elvégezze a dolgát, bemegy ebbe a WC-be, inkább hazarohan, hogy ott könnyítsen magát. Ha finoman akarok fogalmazni, akkor bokáig áll az ember a vízben, de hát mindenki tudja, hogy nem is annyira a víz jellemző. Ezeken a dolgokon változtatni nem is lenne olyan nehéz, mégse történnek meg évek óta ezek a változások.